jubileumi programsorozatra invitál a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, az intézmény zenei tagozata ugyanis idén ünnepli működésének 50. évét. Nincs külön zenei agyunk, amely kizárólagosan a zenei képességekért lenne felelős. A zene létrehozását és feldolgozását több agyterület végzi, melyek elsősorban más feladatok ellátásáért felelnek. A zene által aktiválódnak és képesek fejlődni ezek az agyterületek, így egyéb képességeket is kedvezően befolyásol, melyek szintén ahhoz az agyterülethez köthetők. A zenei tevékenységek maradandó változásokat idéznek elő a fiatal idegrendszerben anatómiai és élettani szinten, közvetve a kognitív funkciók fejlődésére is hatást gyakorolnak. A zenészeknek nagyobb a zenei hangokat és a nyelvet feldolgozó agyterülete, amely egyben az egyik beszédközpont is. Ez magyarázza a zenészek jobb teljesítményét nyelvi memória feladatokban és az érzelmek verbális kifejezésében. A zenetanulás tehát hozzájárul, hogy jobban tudjuk kifejezni magunkat, pontosabban emlékezzünk és könnyebben sajátítsunk el új szavakat vagy egy idegen nyelvet. Éneklésre és zenehallgatásra azért is szükségük van a gyermekeknek, mert mozgásra és hangutánzásra serkenti őket. Továbbá olyan érzelmeket vált ki belőlük, amely sokoldalú fejlődésüket biztosítja. Az éneklés erősíti az immunrendszerünket és stresszoldó hatású. Rezgésbe hozza agyunkat és megnöveli életörömünket. Mindennek elérése érdekében nem kell szépen énekelnünk, csak teljes odaadással az éneklés gyógyító erejéről szóló tudás az emberiség történetének régmúltjáig nyúlik vissza. A kőkorszaki sámánok hangjuk segítségével transzba estek, és gyógyító szertartásokat hajtottak végre. A Bibliában olvashatunk arról, hogy Dávid énekével és hárfajátékával enyhíteni tudta Saul király súlyos depresszióját. A görög mitológiából ismerjük Orfeuszt, aki énekével az alvilági isteneket is megenyhítette, és vadállatokat képes volt megszelídíteni. A zene és az ének a történelem során egyre inkább eltávolodott eredeti funkciójától, gyógyító spirituális hatalmát elvesztette, és fokozatosan önmagáért való művészetté vált. Pszichológiai kutatások bizonyították, hogy az éneklés valóságos életelikszír. Segíthet legyőzni a hétköznapok nehézségeit helyreállítani testi és lelki egyensúlyunkat. E szempontból nem az a fontos, hogy szépen vagy tökéletesen énekelünk, hanem a belső ráhangolódás. Minél több odaadással tudunk énekelni, minél inkább szívből jön az ének, annál erősebb a hatása. Éneklés közben meghosszabbodik a kilégzés, a belégzés pedig mélyebbé válik. Ez azt jelenti, hogy több oxigént veszünk fel, így minden egyes sejtünk több oxigénhez jut. Ezen kívül az éneklés elősegíti az úgynevezett teljes légzést. Ez azt jelenti, hogy a légzésben nem csak melkasunk, hanem hasunk is részt vesz. Így a rekeszizom sokkal jobban képes kifejteni masszírozó hatását a szívre és a hasüregi szervekre. A mélyebb légzés hatására az anyagcsere folyamán keletkezett csalakanyagok gyorsabban elszállítódnak és kiválasztódnak. Az utóbbi időben egyre több kutatás is bizonyítja, hogy az éneklésnek valóban pozitív az egészségre gyakorolt hatása. A Frankfurti Egyetem kutatói által végzett vizsgálat bizonyította be a közelmúltban, hogy az éneklés erősíti az immunrendszert. A vizsgálat során egy szakmai kórus tagjainak vérét vizsgálták egy énekúra előtt és után. A kutatók kimutatták, hogy az egyórás éneklést követően a kórustakok vérében jelentősen magasabb volt az ellenanyagként funkcionáló fehérje, az immunoglobulin szintje az óra eleji eredményekhez képest. Ugyanakkor ugyanezt a növekedést nem figyelték meg a zenét csak passzívan hallgató esetében. Növeli az edzettségi szintet. Az éneklés a különböző énektechnikák és az énekhangok képzése Igénybe veszi a tüdőt, a hasi izmokat, ezáltal fokozza az edzettségi szintet. A jelentősebb oxigénfelvétel jó hatással van a vérkeringésre. Sokak szerint ezáltal növeli az aerob kapacitást és az állóképességet. képességet. Ajánlott állva énekelni, így a mellüre kellően ki tud tágulni, a váll és a hát egyenesbe kerül. Rendszeres énekléssel a helyes testtartás rögzül. A zene dallama és a dalszöveg segít elterelni a gondolatokat a mindennapi gondokról, lecsendesíti és nyugtatja az elmét, ezáltal remekül képes javítani a hangulatot. Az éneklés segít ellazítani az izmokat, ezáltal oldódik a bennünk lévő feszültség, és csökken az úgynevezett kortizol szint a szervezetben. Ha olyan dalt hallgatunk és énekelünk, aminek értjük a szövegét, az agy képes csak arra fókuszálni, ha pedig kellően sokszor hallgatjuk a dalt, a szöveget is megjegyezzük. Ezáltal az éneklés a koncentrációt és a memóriát is fejleszti. Javítja a kommunikációs készséget. A kismamáknak egyenesen ajánlják, hogy már a pocakjukban lévő babáknak is rendszeresen énekeljenek, és a születése után is ajánlott megtartani ezt a jó szokást. A zene dallama, a szöveg, az intonáció mind segíti, hogy a gyerek később könnyebben tanulja a beszédet és a szavak képzését. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Puskás Bernadettet a nyíregyházi Vasvári Págimnázium énekanárnőjét éveztet kívánok. kívánok. Honnan indult ez az 50 év? Egyáltalán, kinek az ötlete volt, hogy ez a e, tagozat, ez az énekzenet tagozat elinduljon. Nyíregyházán, és mondhatjuk, hogy a megyében is egyedülálló. Valóban egyedülálló a tagozat. 50 évvel ezelőtt Tarcai Zoltán tanszékvezető tanár kezdeményezésére indult itt a Vasvári Pál gimnáziumban az énekzenei tagozat élete tulajdonképpen, és ezzel egy időben az akkori Besenyei György tanárképző főiskolán is elindult az énekzene tanszék. Miért, miért volt nyitott a Vasvári gimnázium arra, hogy egy ilyen énekzene tagozat elindulja? Mennyire volt ez népszerű 50 évvel ezelőtt, akár a szülők gyerekek között? Én azt gondolom, hogy nagy népszerűségnek örvendett 50 évvel ezelőtt is, és valóban szorosan összefüggött ez a tanátképző főiskola énekzenetanszékének a megalapításával. Egyfajta bázis iskolája lett ugyanis az énekzenetanszéknek, a Vasvári Pál Gimnázium énekzenetagozata. Egy picit tekintsük vissza erre az 50 évre, hogyan alakultak ezek az évtizedek, voltak-e hullámhegyek, hullámvölgyek, mennyire volt ez sikeres a gimnázium számára. Kezdetben teljes osztályjal indultak ezek az énekzene tagozatos osztályok, tehát nagyon sokan jelentkeztek, és nagyon sokan végeztek itt. Nyilván az évek, ahogy teltek, és ahogy változott a világ, az iskolának is nyitnia kellett különféle más tagozatok felé, így azután megoszlottak a felvételizők száma. Természetesen nagy sajnálatunkra csökkent, a létszám, de jelenleg is azért szép számmal működünk, sőt azt gondolom, az elmúlt években újra egyre népszerűbbek lettünk. Tulajdonképpen már abban is úttörő volt az énekzenet tagozat, hogy nem is nagyon volt más tagozat középiskolákban annak idején. Így van, és éppen ezért mondhatjuk el, hogy a legnagyobb múltal rendelkező tagozatról beszélünk itt városi gimnáziumok között is? Tehát nem tudok még egy olyan középiskolát, ahol ilyen régmúltú tagozat működne, mint nálunk a Vasváripág gimnáziumban. Mik voltak a legjelentősebb eredmények sikerek az énektagozat életében? Az 50 év alatt nagyon sok ö, ö, eredménnyel büszkélkedhettünk, külföldi utazásokkal, ö, nemzetközi kórusverseny ö, győzelmekkel, ö, fesztiválokon való részvétellel, és hát a város kulturális életében mai napig aktívan jelen vagyunk. Milyen sikereket értek el a, a tanulók, a diákok? Vannak-e olyanok a korábban végzettek, akik, akik ezzel a pályával foglalkoznak és sikereket érnek el? Igen, nagyon sokan, és nagyon büszkék vagyunk rájuk. Közülük néhányukat igyekeztünk visszahívni a március 13-án megrendezésre kerülő Jubileumi hangversenyünkre akit a televízió nézők is ö, ö, rendszeresen láthatnak, illetve a város lakói is, például Jenei Judit művésznő, a Muri Zsigmond Színház ö, művésze, de a Budapest Operett színházban, például Simon Fai Moravszki Enikőt hallhatjuk énekelni rendszeresen, de ha Firenzéig megyünk, ott is van volt Vasváris énektagozatos konciliádit személyében például. Mi az, amit adni képes egy ilyen énekzenei tagozat? egy diák számára középiskolában? Én azt gondolom, hogy akik erre a tagozatra jelentkeznek, egy kicsit más életszemlélettel távoznak tőlünk, de talán mikor már belépnek, akkor is egy kicsit másképp gondolkodnak, mint a társaik. Egy sokkal szorosabb közösség alakul ki, sokkal jobban odafigyelnek egymásra ezek a gyerekek, nagyon sok élményt élnek meg közösen az énektagozatos társaikkal, talán ezért is egy kicsit bensőségesebb kapcsolat alakul ki közöttünk, és nyitottabbak a világra. Említette, hogy azért folyamatosan csökkent a létszám, az érdeklődés az énektagozat iránt. Minek köszönhető ez? Ahogy említettem már, változik a világ, más fajta tagozatokat is indított az iskola, az informatika, az idegen nyelv, ami napjainkban az egyik legfontosabb érdeklődési terület, tulajdonképpen ezeket nyitottuk, e, e felé nyitott az iskola. Én azt gondolom, hogy talán az utóbbi években, mintha erősödne az, hogy, hogy nem csak a lexikális tudás a, a fontos, hanem egy picit az érzelmek, az érzelmi intelligencia fejlesztése is hangsúlyt kellene, hogy kapjon erre kiváló egy zenei tagozat. Jól gondolom? Így van. Erre, erre tökéletes tulajdonképpen. Valóban a lexikális tudás mellett, hogyha az ember a művészetekkel foglalkozik, egészen más emberként kerül ki a nagyvilágba. Milyen jövője van? Ennek a tagozatnak, és örvendetes, hogy az utóbbi években az érdeklődés úgy tűnik, hogy megindult. Milyen terveik vannak a következő évtizedre mondjuk? Nekünk nyilván minden tanulóval egyformán, illetve hát a tehetségesebbekkel még kiemelkedőben kell foglalkoznunk. Van, aki a gyerekek közül marad a zeneszerető szerető diákok között is van, aki valóban ezzel a tehetségével, az énekzenei tehetségével, szolgalmával szeretne a továbbtanulásban is foglalkozni, és számos diákunk jelentkezik a Nyíregyháza Egyetem énekzenetanszékére, illetve versenyeken mérettetik meg magukat, de nyitottak az óvodapedagógusi, tanítói szakokra, tehát ilyen területeken tanulnak tovább. Még egyszer hangsúlyozom lehet, hogy egészen egyszerűen zeneszerető és koncertre járó felnőtt koncertlátogatók lesznek belőlük, nem biztos, hogy a zenével fognak foglalkozni felnőttként. Van-e valamilyen hatása az egyéb tagozatos gyerekekre? nézve annak, hogy itt működik egy zenei tagozat, van egy nagyon jó kórus, magyarul azok a gyerekek, akik mondjuk informatika szakra járnak, vagy testnevelés tagozatra járnak, vagy nyelvi tagozatra, azok is egy picit közelebb kerülnek a zenéhez? Igen, a zenei tagozatosokat természetesen rendszeresen hallják iskolai rendezvényeken, ünnepségeken, de nem csak énektagozatosok tagjai az iskola kórusának, épp ahogy említette, van testnevelés tagozatos énekesünk is, van informatika tagozatos kórus tagunk is, van idegen nyelvi tagozatos kórus tagunk is, tehát nyitottak vagyunk ilyen szempontból, nem csak az énektagozat ö, ö, alakítja vagy alkotja az iskolai énekkart. És ezt gondolom a jubileumi rendezvénysorozat és részt lehet bárki. Természetesen március 13-án 17 órától kezdődő hangversenyünkön mindenkit szeretettel várunk, ahol az iskola jelenlegi kórusa mellett a volt diákokat is visszahívtuk fellépés erejéig, így részt vesz a Kodály iskola nyitnikék, énekkar a Szilágyi Nébutos Mária vezetésével, aki szintén volt vasváris eh, diákunk volt. Budapestről érkezik Tomasoszki Katalin, volt vasváris diák a La Kamara eh, kamarakórussal, fellép a már korábban említett Jenei Judit eh, művésznő, Simon Fai Moravski Enikő, Olajos Gábor, a Vikár Sándor zeneiskola eh, pedagógusa, Molnár Marica, a Debreceni Csokonai eh, Színház eh, énekművésze. Akkor azt gondolom színvonalas programmal emlékeznek, és színvonalas programra hívják mindazokat, akik érdeklődnek, és nem csak a volt vasvárisokra gondolunk. Így van, természetesen minden zene szerető vendéget szívesen várunk. Puskás Bernadett, köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Köszönöm szépen.